Köszöntöm nézőinket, Önök Telen a magazinunkat látják, Eperési Tímea vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Felidézték a Tolnán történt eseményeket, október 23-ai megemlékezés. A betelepülés 300. évfordulója, kulturális programokkal, kórus találkozóval emlékeztek. Néphagyomány tárgyai, kiállítás a Művelődési Központban. 1956-ban sokak szerint valami ellen, leginkább az elnyomás ellen fogott össze a nemzet. De úgy is értelmezhetjük az akkori történéseket, hogy valami mellett, ez esetben a szabadság mellett álltak ki, és fogtak össze az akkori hősök. Hangzott el Balogh Zoltán polgármester október 23-ai beszédében. Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! 1956. október 26-ára emlékezünk, amikor Magyarország ismét bekerült a világtörténelembe. John Fitzgerald Kennedy, az amerikai Egyesült Államok elnöke 1960-ban így méltatta a forradalmat. 1956. október 23-a örökre be van jegyezve a szabad emberek, a szabad népek krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a diatal napja volt. Igen, ez a nap a szabadság napja. Egy olyan nagyszerű napé, amely, ha rövid időre is, egybekovácsolta a magyar nemzetet. Bibó István, a Nagy Imre kormány államminisztere szavaival élve, ennek a forradalomnak volt valamiféle olyan közszelleme, amelyik úgy irányította az embereket, hogy azok észre sem vették. Mit is jelentett az a közszellem, amiről Bibó beszélt? Először is azt, hogy 1956-ban egymás mellett állt az ország népe. Férfiak és nők, idősek és fiatalok, baloldaliak és jobboldaliak, vallásosak és ateisták a szabadság zászlaja alá gyülekezve tanúvallomást tettek szabadságszeretetről, az emberi méltóságba vetett tiszteletről. Ezt erősítik meg Jakab Zoltán budapesti mérnök szavai is. Olyan feledhetetlen összetartozás és együvé tartozás érzése volt az embernek, hogy ez a mindig széthúzó magyarság végre egység tudott lenni. Minden ember a testvérének érezte a másikat. Amikor sorban álltunk, akár kenyérért, akár vízért, egymást előreengedő előzékenységgel fordultunk egymáshoz. Valami csodálatos, katartikus érzés volt. Mintha valami ezer éves átoktól vagy bűntől szabadulhattunk volna meg. Dávid legyőzte Góliátot. Valóban, ezekben a napokban félre tudtuk tenni indulatainkat, félre tudtuk tenni azt a gyűlöletet, mely ő gyakran osztotta meg és osztja meg ma is történelmünk során a magyarságot. Meg tudtuk fogni egymás kezét, és nem a megosztó politikára koncentráltunk, hanem arra az egyetlen célra, aminek neve szabadság. Tisztelt emlékezők! Mi hozta el ezt a társadalmi összefogást? Mire teremtette meg ezt a csodát? A válasz az egypárti diktatúra, az önkényiralom, a terror. A félelem, a rettegés légkörében élt az ország, besúgók jártak mindenhol. Mindenkinek meg kellett gondolnia, hogy kivel, miről beszél, mert egy elejtett félmondat és éjszaka megjelentek a karhatalom emberei. 1956-os hőseinknek megbecsülés, tisztelet és hála jár. Foglalta össze beszédét Balogh Zoltán polgármester. Az ünnepségre a Szent István Katolikus Gimnázium készített műsort, ami egy igazán különleges, a tolnai emberek szívének kedves műsorszám lett. Évek óta mi rendezzük a városi ünnepségeket is, meg az iskolai ünnepségeket is. Tegnap már megvolt a főpróbája ennek a műsornak, amikor a gimnázium tanulói megnézték az előadást. És hát minden évben valami új koncepcióval szoktunk készülni. Most az idén azt találtuk ki, hogy egy kicsit a helyi eseményekre koncentrálunk, hiszen a gimnáziumunk az idén 70 éves, és ezért egy olyan ünnepségsorozattal fogunk majd tavasszal készülni, aminek ez egy kicsit a bevezetője lesz most ez az előadás. Készült egy monográfia az 56-os tolnai eseményekről, amiben egy csomó fénykép is volt, és akkor azokat is felhasználjuk, tehát egy ilyen, a műsor az úgy fog kinézni, hogy vannak benne korabeli dalbetétek, vagy zenei betétek zongorán, illetve válogattunk fényképeket is. Részben az internetről találtuk ezeket, részben pedig abból a monográfiából, és
a korabeli feljegyzéseket is találtunk abból az időszakból, az 56-os időszakból. Úgyhogy nem csak magát a forradalom eseményeit jelenítjük meg egy picit, hanem annak az évnek a tolnai történéseit, hiszen akkor volt a jegesár tavasszal, volt szénszünet tavasszal, és az mind rányomta a bélyegét az iskolai oktatásra, és hát ugye nem sokkal előtte indult el a gimnázium működése egyáltalán, és szerintem a mi gyerekeink sem tudták ezt, vagy nem tudják ezt, meg hát... amiatt is, hogy őket is megtanítsuk erre, vagy egy kicsit megmutassuk nekik, hogy milyen volt a nagyszüleiknek az életében a gimnáziumba járni, meg amiatt, hogy hát sokan élnek azok közül még, akik konkrét részesei voltak az eseményeknek, és hogyha ők eljönnek megnézni, akkor esetleg emlékeket idézünk bennük. Akkori igazgatóját a gimnáziumnak is megjelenítjük, akit aztán 56 után elbocsátottak az állásából, és azokat a neveket, akiket itt szerepeltetünk, azokat onnan vettük, hogy akkor kik jártak az iskolába, a tablóról szedtük le a keresztneveket, meg a vezetékneveket, úgyhogy tényleg valóságos személyeket jelenítünk itt meg, vagy idézünk meg. Nagyjából az szokott lenni a felépítés, hogy azt szereti a közönség mindig, hogy szóval úgy szoktuk zárni, hogy van egy ilyen íve a darabnak, és akkor a vége az egy lezárása, az egy énekszám mindig, amit hát az aktuális témához próbálunk választani, illetve ahhoz a szereplőhöz, akinek a hangját hallani fogjuk, hogy az ő hangterjedelme az mit képes, vagy mit tud, de nagyon szerencsénk van a zenészekkel is, meg az énekessel is, úgyhogy szerintem jó előadás lesz. Egy nemzetért, egy élhetőbb életért, életük árán is megvédték a reményt. Egy születendő gyermekért, egy megálmodott holnapért. Én fogom játszani az 1956-os osztályból a történelem tanárt, Nagy Barnát. Én fogom bejelenteni a diákoknak a pesti események felvezetését, hogy valami eltér a megszokottól, és hogy változás következik. Plusz az előtte lévő árvízről is lesz egy kisebb visszaemlékezési beszéltem. Én élvezem, hogy a pesti események helyett a tolnai történéseket mutatja be a színdarab, és kicsit a városunkra fókuszál. A produkciót nem mindennapi énekszóval és zongora műsorral színesítették a diákok, amit vastapssal jutalmazott a közönség. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. De valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt. A megemlékezést a hősök terén zárták egy koszorúzási ceremóniával. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Szeretnél egy szuper környezetben tanulni, ahol a színvonalas oktatás mellett az iskolai környezet már csak hab a tortán?
ahol minden nap az intézmény kapuit átlépve azt érezheted, hogy élmény a tanulás, örömmel töltel ebben az iskolában való felkészülés, és a tudás elsajátítása a jövődre tekintve. Akkor itt a helyed a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium nyílt napjain. A 6 évfolyamos képzésnél október 4-én reggel 8 órától, majd az ezt követő szombati napon október 5-én 9-től 11 óráig várja a diákokat és szüleiket az iskola. A 4 évfolyamos képzésnél október 11-én pénteken reggel 8 órától, illetve az utána következő szombati napon október 12-én 9-től 11 óráig van lehetőség felfedezni ennek a remek oktatási intézménynek a világát. Gyertek és álmodjunk nagyot együtt a csodák iskolájában! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, ha csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. A mözsi betelepülés 300 éves évfordulójának alkalmából valósult meg Tolna Mözsön egy multidézés, kulturális programokkal, koszorúzással egybekötött esemény. Kórusok, tánccsoportok érkeztek a művelődési házba, hogy emlékezzenek és emlékeztessenek mindenkit a hagyományőrzés fontosságára. Koszorúzási ceremóniával kezdték a megemlékezést Mözsön. A település polgármestere kifejezte háláját a mözsi német nemzetiségi klubnak, hogy időt és energiát fektetett abba, hogy létrejöjjön az esemény. Nagyon fontos, hogy a nemzetiségek az emlékeiket, a hagyományaikat megőrizve megszervezzék az ilyen találkozókat. Több településről érkeznek kórusok, és így tudják továbbadni a további generációknak azt, hogy ne múljon feledésbe ez a rendezvény. A Mözsi Művelődési Házban egy kórus találkozó következik, ahol több településről érkeznek kórusok, és ezt követően egy vacsora keretében még tovább beszélgethetnek, emlékezhetnek a vendégek. Ez a dal az évszázadokkal ezelőtt történt eseményeket fogalmazza meg. Koleszár Ferencné mesélt nekünk erről. Ez igazániból egy magyarországi népdal, ami a betelepülésről szól, hogy jöttek be, és a legutolsó versszaka pedig megemlékezik arról, hogy nem csak bejöttek, hanem el is zavarták őket, elűzték őket a kitelepítéssel a világháború után. Tudjuk, hogy amikor kérték a németeket, hogy esetleg induljanak el Németországból, az őshazából,
de hogy értek ide és mikor értek ide, azt igazándiból pontosan nem lehet tudni, csak ahhoz tudunk kötődni, amikor erre fölkérték ezt a népcsoportot, hogy a törökök által itt hagyott űrt, egyáltalán az, hogy semmi nincs itt, hogy mindent földultak, és hogy újraépítsék az országunkat. Azért fontos, hogy megemlékezzünk ezekről az eseményekről, az ősökre, elődeinkre emlékezni kell. És hát úgy gondoltuk mi itt, hogy ugye emlékeztünk mi már több minden dologra, minden évben megtartjuk a legfontosabb nemzeti állami ünnepeinket, egyházi ünnepeinket, és ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep, hogy ide betelepítették a svábokat, a németeket, hogy újjáépítsék az elhagyott, kiüresedett Magyarországot. Hát úgy gondoltuk, hogy ha már itt ezt a megemlékezést megtartjuk, és szépen összejövünk, akkor próbáljunk meg. Én azt szeretném, hogyha ebből hagyomány lenne itt Mözsön, egy kórus találkozót minden évbe tartani, és ebből az alkalomból ezt most egy kis vidámsággal is megünnepeljük, hogy Magyarországon élünk, magyarországi svábok, németek vagyunk. A helyi zöldkert óvoda is szívén viseli a hagyományőrzést. Egy kis kulturális műsorral készültek a megemlékezésre. Óvodánknak van egy tehetséggondozó programja, ami a német nemzetiségi gyerekdalokat, körjátékokat foglalja magába, amit Tolna, Somogy és Baranya megyéből gyűjtöttünk, meg hagyományozódott ránk az óvodára, és ennek a keretein belül hetente tartunk egy táncfoglalkozást, és ennek a repertoáriából válogattunk most egy kis összeállítást. A programunkban lesznek körjátékok, gyerekjátékok, párostáncok, még egy picit olyan kezdőszinten, mert minden évben megújul a táncsoport, hiszen a nagycsoportosok elmennek, a középsősökből lesznek a nagycsoportosok, úgyhogy még év elején vagyunk, most még nem olyan ügyesek a gyerekek, de már látszik, hogy nagyon ügyesek lesznek, meg hát most is azért már sokat fejlődtek a szeptemberhez képest, és akkor most egy ilyen kis kezdő programot fogunk bemutatni. Német nemzetiségi óvoda vagyunk, és az egyik fő jellemzője az óvodának a német nemzetiségi hagyományok ápolása. Itt tudjuk, hogy itt Mözsön nagyon sok sváb élt korábban, és az ő értékeiket próbáljuk a gyerekeknek megmutatni, és egy kicsit tovább vitetni, vinni és vitetni velük. Október 31-ig megtekinthető a Hagyományok Háza 14. Országos Népi Mesterségek pályázatának produktumaiból nyílt kiállítás. Bicskák, bőrműves tárgyak, bútorok, ékszerek. Csak néhány alkotás, amit megtekinthetünk a Művelődési Központban. Meghirdetőjének a Hagyományok Házának célja a néphagyomány gondozása, megőrzése, tárgyi és szellemi értékeinek népszerűsítése. Immár 14. alkalommal szervezték meg ezt a kiállítási projektet. A pályázatot 3 évente hirdetik meg.
Érdekessége, hogy nem feltétlenül a nagy szakágak, mint a hímzés, szöttes, faragás, kerámia, hanem a kisebb mesterségek kerültek előtérbe, akár a tojásírás, ékszerkészítés, csipkeverés, vagy épp a bőrműves tárgyak készítése. Idén a pályázók közül az elbírálás után 42 alkotó tárgyai kerültek be. A Tolnai Művelődési Központ idén először adott helyet az eseménynek. A vessző, csúé, gyékény, sás, szalma csak néhány anyag, amiből készültek a teremben megjelenő produktumok, de találhatunk a tárgyak közt fémműves alkotásokat is. Népi öltözet kiegészítő szakágak alkotása is bekerültek, mint a bocskoros, csizmadia, nemezelő, gyöngyfűző. Népszokásokhoz kapcsolódó, a népi élet jeles napjaihoz kötődő tárgyak sem maradhattak ki az összeállításból. Szebbnél szebb népi hangszerek, festett tojások sorakoznak egymás mellett. A gyönyörű festett bútor együttes pedig igazi ékessége az ország számos pontjáról összegyűjtött kollekciónak. Önök a Tolnatel Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!